A virtuális térben 8 évvel ezelőtt jött létre az a közösség, akik mindenféleképpen tudni szerettek volna arról, mi is történik azon a településen, ahol sok-sok évet töltöttek el, de aztán az élet másfelé sodorta őket. 2014-ben még Svájcban éltem, amikor megalapítottam egy Facebook csoportot Dombováról elszármazottak és otthoniak néven. 2017-ben jutottunk el odáig, hogy személyesen is szeretnénk már találkozni, akkor volt az első, és ma ünnepeljük az 5. ilyen közös kis találkozónkat. Gyakorlatilag ennek a Facebook csoportnak azt a mottót adtam annak idején, hogy elérni egymást és emelni másokat. Ez édesapám egyik verséből egy idézet, és azt szeretném, hogy ez továbbra is így menjen, hogy elérjük egymást ebben a csoportban, dombováriak és elszármazottak, és hogy emeljük egymást. Úgy gondoltam, hogy azokat a dombováriakat, akiket esetleg azért, mert elszármaztak, már nem Dombováron élnek, jobban megismerjük, emeljük. Ezért mindig egy-egy ilyen találkozónkon két Dombováról elszármazottat meghívok vendégségbe, akikkel a Palancsa László, szintén Dombováról elszármazott fiú beszélget. A közösségi oldalon működő csoport híre mondhatni szájról szájra terjed. A bejegyzések között sok olyan információt találnak követői, ami képet ad a városban történt eseményekről politikai jelleg nélkül. Óriási szerepük van a fényképeknek, mindig azok aratják a legnagyobb sikereket. Beküldik, elküldik, van, aki saját maga, van, aki elküldi nekem, és akkor én osztom meg. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy azért van egy aktív mag, de az, hogy 4000 ember tagja ennek, az nem jelenti azt, hogy ezt rendszeresen 4000 ember nézi. Én tudom, hogy körülbelül kik azok, akik rendszeresen rákattintanak, és gyakorlatilag számon tartják az itthoni eseményeket, akkor is, hogyha több ezer kilométerre töltik a mindennapjaikat. 98% a jelenlévő vendégeknek majd dombovári lesz. Vidékről vannak olyanok, akik eljönnek kifejezetten erre, és akkor meglátogatják egyúttal ugye a rokonokat, rendbe teszik a temetőt, stb. De nincs külön meghívás. Az 5. alkalommal megrendezett Dombóváról elszármazottak találkozójának egyik meghívott vendége Durci István hegedű művész volt, akinek elsőként a gyermekkora jut eszébe a városról. Az egész itt zajlott le. Óvodától az általános iskoláig minden. Édesanyámnak a testvére tanult hegedülni, és apám is tudott autodidakta módon hegedülni, úgyhogy kaptam indítékot rá, és az a baj, hogy kicsit későn kezdtem, mert sajnos Dombóváron nem volt hegedű tanár, így csak 10 éves koromban tudtam elkezdeni tanulni, mert akkor is Pécsről járt ki hegedű tanár. És aztán már 7.-8. koromban már minden héten kétszer bejártam Pécsre, zeneiskolába. Sőt, még nyáron is, mert nekem nagyon gyorsan be kellett hozni a lemaradásomat, amit bizony elég nagy volt. István gyermekkori álma között nem a zenei pálya szerepelt, de egyáltalán nem bánta meg, hogy így alakult az élete. Minden gond nélkül végigcsináltam ezt a pályát, hogy soha nem volt konfliktusom senkivel sem, és a másik dolog az, hogy a világnak olyan részeire jutottam el, amivel, ahova másképp soha nem jutottam volna. Így aztán eredetileg orvos akartam lenni, és nagyon örülök, hogy nem az lettem. Tulajdonképpen én nem érzem magam egy olyan prominens személyiségnek, akiről nagyon beszélni kéne, mert én szerintem abszolút nem lógok ki az átlag emberek közül. A másik vendég, akinek jobban megismerhették életútját a találkozó résztvevői, Spengler Gabriella biológus. A legkedvesebb emlékem szerintem az általános iskola, mert énekzeneibe jártam, úgyhogy ott az a közösség, és az az egész zenei világ az egy nagyon meghatározó dolog volt nekem itt.
gondolkoztam, milyen irányba menjek tovább tanulni, és akkor ez is egy kicsit az általános iskolához kötődik, mert nagyon meghatározóak voltak a környezet, illetve biológia tanáraim az iskolába, és ez adott egy olyan motivációt, hogy gondoltam, hogy a biológiával fogok foglalkozni. Aztán persze ez nem volt teljesen ilyen sima út, mert azért egy bölcsész szakot is választottam mellé a németet, úgyhogy én így a kettőt együtt csináltam. Amikor hazafelé jövök, akkor mindig megdobban a szívem, hogy innen származom, ezek a gyökereim, úgyhogy nagyon meghatározó. Nekem máig ez az állandó lakcímem, tehát így nem nagyon tudtam innen elszakadni. Gabriella egy jó kezdeményezésnek tartja mind a találkozókat, mind pedig azt a csoportot, amelynek köszönhetően ő maga sem marad le a dombóvári történésekről. Így az itthoni híreket is tudjuk azonnal, meg egymással is kapcsolatba tudunk lépni, és akkor ez egy ilyen állandó kapcsolattartási lehetőséget is jelent. Úgyhogy nekem a saját osztálytársaimmal is van egy ilyen állandó Facebook csoport, úgyhogy most tényleg így tartjuk egymással legjobban a kapcsolatot. Egy kicsit ilyen kakutójásnak érzem magam, mert nálam azért sokkal híresebb és prominensebb emberek voltak itt vendégek, de remélem, hogy olyan jó beszélgetés lesz majd, és mindenki jól fogja majd magát érezni ezen a találkozón. A meghívott vendégekkel való beszélgetéseket követően lehetőség volt a kötetlen társalgásra is a rég nem látott ismerősökkel.